Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A szerelem kertje egy szerelmi jóslás, és ez pontosan most aktuális számodra. Ebben a parkban van egy szerelmes pár. Ez a hölgy szimbolizál téged, és ez az úr szimbolizálja a te lelki társadat. Először megtekintjük a te érzelmeidet, erre utal ez a kép, és jelenti a víz elemét, hiszen itt van a kehely, és a kelyhek a víz elemére utalnak. A víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát te szereted ezt a férfit. Amit még ez a kehely jelenthet a te intuíciód, vagy az inspirációd, vagy az álmok, a tervek, a remények és vágyak, és pontosan ezen az úton haladsz. Itt látható egy festmény. Az jelentheti azt, hogy te nagyon tehetséges vagy, és van ez a kreatív tevékenység, de ez a kép jelenti az elképzelésedet is, olyan képek formájában. És ha megvan a hited, hiszel ebben, akkor ez a kép, ez az elképzelés megvalósul. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt láthatóak a könyvek, tehát ő még iskolában jár. Lehet, hogy van nála egy továbbképzés, vagy az élet iskoláján érzi ő most magát, és itt megvannak a vizsgák is. Itt tanulnia kell valamit. Különösen azt, hogy hogy beszéljen, hogy bánjon veled, hiszen ez a kard utal a levegő elemére, és a levegő eleménél kommunikációról van szó. Azt kellene neki most megtanulnia, hogy elmondja azt, hogy mit tervez, hogy érez irántad, és nyitott legyen érzelmekről beszélni. A következő kép utal a te gondolataidra vagy terveidre. Azt is jelentheti, hogy miről kellene elgondolkoznod. Itt látható egy férfi, aki közeledik hozzád. Az lehet a te lelki társad, lehet egy más férfi is. Ami fontos ennél a kártyánál, a tűz eleme. Ez a férfi kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, és itt lesz egy testi kapcsolat, egy közeledés is. Ami számodra itt nagyon fontos ennél a kivetésnél, hogy akkor is, ha megvannak itt az elképzelések, a remények, és te szereted őt, légy inkább visszahúzódó. Vagy tégy valamit, ami örömteljes most számodra, és várj arra, hogy ő felül erre a paripára, és közeledik hozzád. Legyen ő most a tettek embere. Most megtekintjük az ő gondolatait. Ő elhagyta a régi partot, tehát lezárt valamit. Van nála egy terv, egy új irány. Az új part még nem látható, tehát ő nem tudja, hova érkezik, de az irány az a fontos most számára. Amit ez a kép még jelent, hogy nála van egy átmeneti időszak. Itt is a kardok vannak, amik utalnak a levegő elemére, neki beszélnie kellene erről. A víz is látható, tehát mély érzelmekről is szó van, de ahogy itt a kardok előtte vannak, ez jelentheti még a korlátozásokat.
azok lehetnek az ő félelmei, vagy a bizonytalanság. Most megtekintjük azt, hogy ki vagy, mi hat rád. Itt a kelyhek a víz elemét jelentik, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt van egy kéz, és ez a kéz átnyújtja számodra ezt a kelyhet, de te becsukod a szemedet, te ezt még nem látod. Ez a közeledés az érzelmekre utal. Vagy ő közeledik hozzád, akkor vedd át ezt a kelyhet. De lehet valaki más is. És akkor figyelj oda, hogy te szeretnéd, igen vagy nem, akkor tudsz döntéseket hozni. És most megtekintjük azt, hogy ki vagy mi hat rá. A külső befolyások. Itt az érmékről van szó. Az érmék jelentik az anyagiakat vagy a munkahelyét. És mivel ez a zöld szín a háttérben nagyon érezhető, számomra ez utal a gyógyító erőre is. Vagy ezen a területen dolgozik, vagy valami betegítette őt a munkahelyén, és most itt lesz javulás. A következő kártya azt fogja jelenteni, hogy milyen lépéseket fogsz hozni, vagy mi történik nálad a közeljövőben. Itt a főpapnő őriz egy titkos könyvet. Ezt a titkos könyvet úgy hívjuk, hogy Akasa Krónika. Ebben vannak leírva a sors utak. Ha megjelenik a főpapnő, akkor nincs véletlen, mert minden úgy történik, ahogy itt ebben a titkos könyv fele van írva. Ugyanúgy, mint a csillagképekben. Tehát bíz a sors utatokban. Minden úgy történik, ahogy a főpapnő ezt neked itt jelzi. Amit ez a kép még jelenthet, ez a spirituális terület. Hogy ezen a területen megvan a tehetséged, és itt leszel aktív a közeljövőben. És most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket fog ő tenni irányodba, vagy mi változik nála a közeljövőben. Itt ez a két bót, ez a kettes szám azt jelenti, hogy fontos számára ez a párkapcsolat, te és ő. A botok jelentik a tűz elemét ugyanúgy, mint ezen a képen is látható, és a tűz eleme az mindig aktív, tehát közeledni fog hozzád, cselekedni fog, de jelen pillanatban, és a közeljövőben még itt fogva tart valamit. Valami fogva tartja őt, ezek lehetnek az ő félelmei is, vagy vannak még korlátozások, nehézségek, amit neki még meg kell oldania. Ebben a parkban itt van egy szökőkút, és mutat egy irányt, ez a jövő. Megnézzük a ti jövőtöket. Ez a ház utal a családra, de egy közös otthonra is. Ez a ház, ez a közös jövő lesz most itt megalapítva. Amennyiben szeretnéd ezt a jóslást, ez megrendelhető, a díjam 3500 forint. És azt fogja tükrözni számodra, amilyen helyzetben vagy. A díjam 3500 forint. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!